Nagy család, nagy öröm, tartja a mondás. Amíg nagyanyáink, dédanyáink korában még természetes volt, hogy egy háztartásban 5 vagy annál több gyermek születik, napjainkra ez a szám már lényegesen lecsökkent. De nem a babos családban. Feltehetően egy tolnai számára sem ismeretlen a családnév, hiszen elmondásuk szerint bárhol megjelennek, minden szem rájuk szegeződik, illetve a család feje elismert asztalos szakember. Babos Béla és felesége, Babosné Kővári Nikoletta közel 30 éve alkotnak egy párt, és több mint 20 éve házasok. Jelenleg 6 gyermeket nevelnek, és már útban van a 7. kicsi. Volt egy közös nevező, amikor összeházasodtunk, mielőtt összeházasodtunk, az volt a téma, hogy ő azt mondta, hogy neki minimum 3, én azt mondtam, nekem maximum 3. És akkor utána mindig közösen jött az, hogy legyen még egy, legyen még egy, legyen még egy. Igazából csőbe húzva nem lettem egyszer se, úgyhogy erre büszke is vagyok, és mindegyiket nagyon szeretem. A legidősebb az 19 éves, ő már érettségizett. A legfiatalabb pedig 4 éves, ő középső csoportos. Illetve hát még reméljük, hogy nem sokára a következő. Nagy családban lojálisabbak a gyerekek egymással, és sok mindent megtanulnak. Tehát a következő generációban mindig le lehet követni azt, amit előtte a hibákat is, meg az erényeket is. Tehát azt mindig követik a gyerekek. Tehát sokat tanulnak egymástól, rengeteget. Babos Béla azt mondja, titkon reméli, hogy valamelyik gyermeke majd tovább folytatja a szakmáját. Van egy 19 éves Bálintunk, van egy 16 éves Dávidunk, van egy 13 éves Enikőnk, egy 10 éves Viktorunk, egy 7 éves Tamásunk, egy 4 éves Csabánk, és úgy néz ki, hogy lesz egy, mondhatom, nem? Lesz egy, majd egy újszülött Péterünk. Minden apának, vagy aki elkezdett egy vállalkozást, mindenkinek van egy ilyen vágya, hogy azt majd évszázadokig tovább viszik. Én azt mondom, hogy amit ők szeretnének. Tehát egy vágy megvan, de az, hogy ők mit visznek tovább, az az ő dolguk. A házaspár 26 és 24 évesek voltak, amikor az első gyerekük megszületett. Ők azt mondják, az idő előre haladtával nem lett nehezebb dolguk. Szinten tartás ez. Ez megy. Tehát ő, a keléssel nekünk soha nem volt gondunk. Tehát mi nem tudjuk azt, hogy mi a... Illetve lehet, hogy én nem tudom azt, hogy mi az, hogy egész éjjel végigvirasztani, de... Tehát a szülőkön is múlik valahol. Tehát az, hogy egy gyereknél egész éjjel fönn vagy, az, hogy megszületik, és utána lesz, legyen 2 hónapos, 3 hónapos, és egész éjjel fönn vagy, az nem csak a gyereken múlik. Tehát az a szülőn is múlik. Igaz, hogy sokat kell nyelni hozzá, tehát meg kell tanítani ugyanúgy, mint bármit, vagy minket bárkire, bármire meg kell tanítani, úgyhogy tanuljunk, és akkor sírunk ott, hogy nem akarok tanulni, anya. De neki meg kell tanulni azt, hogy végigaludja az éjszakát, meg kell tanulni mindent. Hát ők tanulnak örök élet. Csak sokkal többet tudnak tanulni, hála az égnek, mint mi. Van napi rend, igen, az föl van írva a konyhánál, hogy ha látjátok, akkor egy falra föl van írva, hogy innentől egy zeneiskola, ennek tébetű Tamás, alatta Enikő, mindenkinek meg vagy melyik nap, mire megy például, illetve hétvégén azért van egy ilyen úgymond a szilencium, amikor azért anyát hagyjuk meg minket egy kicsit pihenni. Tehát nekem megvan az, hogy én elrendezem a dolgokat, anya egy kicsit tud pihenni, mert azért ő hétköznap rendezi, hozza, viszi őket, ugye én dolgozok, és ez teljesen jó, hogy meg tudjuk osztani ezeket a dolgokat. A testvéri köteléknél nincs fontosabb, mondja a családfő. Ami a mottónk az az, hogy ha lehet, akkor inkább egymással tartsák össze mindig. Tehát az, hogy ha valakivel össze kell veszniük, akkor inkább velünk vesznek össze bármikor az életben, mint a testvéreikkel. Tehát ők a testvérek maradnak mindig, és ő rájuk tudnak számítani, ők egy család, nem nagy fogalom szavakkal, hogy egy család, egy lélek, de hogyha valami gondja van bármelyiknek, mert azért van köztük összezördülés, de azért még mindig megvigasztalja a legkisebb is, amikor kiabálunk a másik, akkor oda megy, akkor megsimogatja, akkor, hogyha mérges, akkor is, ha ő csinálta a bajt, akkor is meg oda megy, megsimogatja. Tehát, szerintem elnézhet dolgok nem kell, amikor egymást szeretik. Tehát mi a másodlagos dolgok vagyunk egy családban. Ők az elsők.